műsorunk folytatásaként egy görög táncsoportot szeretnék bemutatni. Ők pedig a Pécsi Janus Pannonius Gimnázium napkelte, görögül Anatoli táncegyüttese. Ők 2009-ben alakultak. Kezdetekben csak iskolai műsorokon vettek részt, de mivel elsősorban görög és macedón táncokat táncolnak, hamar jó kapcsolatot alakítottak ki a pécsi görög önkormányzattal és a Belenész görög közösségével. Az együttes fő célkitűzése Magyarországon, azon belül is Baranyában élő görög nemzetiség kultúrájának megőrzése és ápolása. Mivel ők főként Észak-Görögországból érkeztek, így Epirus, Tesszalia és Macedónia régiók táncait mutatják be. Ismertetik meg megyék lakosságával. Ifjúsági táncegyüttesként fontosnak tartják a hazai és külföldi fesztiválokon való részvételt, így számos díjat és aranyminősítést szereztek az elmúlt években. Kétszer vettek részt a kolozsvári Szent István napi néptánc találkozón, de voltak már a Déli Kapu Fesztiválon, Görögországban a Piera Fesztiválon, és legutóbb a Csúri Fesztiválon is. Műsorukban észak-görög, ipikot és kelet-macedon régiók táncaiból mutattam be egy kis ízelítőt. Táncaik a mai műsoron, ipiroszi táncok, páratlanul görög-macedon táncok. Az együttes vezetője és tanára Sandó Eszter.